hogy miért legyen egyetemi napok, az persze majd most közvetlenül ki fog derülni, hogy április 18, 19, 20, 21. Két hét múlva kezdetét veszi az egyetemisták és a győriek egyik legjobban várt fesztiválja, a Széchenyi Egyetemi Napok. Alig, hogy véget ért a tavalyi rendezvény, a szervezők már az idei programokon kezdtek el dolgozni. Hangzott el a szerdai sajtótájékoztatón, ahol az egyetem rektora úgy fogalmazott, az ilyen események nagyon sokat tudnak adni a hallgatóknak. Mindig azt mondjuk, hogy egyetem nagyon sok mindentől lehet jó, de leginkább azzal lehet lemérni a teljesítményét, hogy a végzett hallgatói hogyan állják meg őket az életbe. Milyen munkáját kapnak, milyen kezdőfizetést kapnak, és milyen gyorsan mennek elő a karrierjéten. Én szerintem, aki ezekben a programokban részt vesz szervezőként, aztán vendégként, az azt hiszem, hogy egy egész életre meghatározó élményeket tud kapni. A SZEN egyik fő támogatója idén is a város önkormányzata. Dr. Fekete Dávid kiemelte, az egyetem hallgatói fontos szerepet játszanak Győr életében. Jó látni azt, hogy a Széchenyi István Egyetem hallgatói nagyon aktívak a város életében, hiszen azon túl, hogy rengeteg művészeti együttesünkben, rengeteg különböző rendezvényünkön fellépnek, gazdagítják a programkínálatot, azon túlmenően pedig egy olyan közösségről van szó, akik folyamatosan élővé teszik ezt a várost, hiszen aki ide jön Győrbe, látja azt, hogy egy pezsgő egyetemi városról van szó, és a Győr város, ami az elmúlt időszakban egy komoly fesztiválvárossá nőtte ki magát, az büszke arra, hogy egyébként vannak olyan nagy fesztiváljai is, mint például a Széchenyi Egyetemi Napok, amit a Széchenyi István Egyetem hallgatói szerveznek, és ezzel is gazdagítják a város kulturális és fesztivál életét. Kovászki meg a Vega, Ród, Báj, Alex és a Slep, csak néhány a neves fellépői gárdából, összesen 15 élő koncert és 5 sztár DJ, valamint rengeteg kulturális program és aktivitás várja az érdeklődőket. A szervezők természetesen odafigyelnek a hallgatók igényeire. Minden évben szokott egy felmérés készülni, amint vége az előzőnek, hogy kit szeretnének jövőre fellépőként. Ez az idei évben is megtörtént. Ez alapján válogattunk a fellépő listából, illetve a nappali programoknál is azt tapasztaltuk, hogy a szakmai programok inkább az őszi rendezvénysorozatunkra helyeződnének át, és a SZEN ideje alatt inkább a szórakoztató és kulturális programokra mentünk rá. Az egyetemi napok egyik fő elemeként jelennek meg idén is a különböző sportprogramok, melyek már egy nappal a rendezvény előtt elindulnak. Ebben az évben is lesznek új sportágak, mint például a jóga vagy a zumba. A legjobban várt attrakciókat maga a sportos szervező árult el híradónknak. Két programot tudnék itt mondani. Az egyik a püspök erdőfutás, ami tényleg nagy létszámban megmozgatja a városiakat is, valamint a maratoni aerobik, ami közel egy 3-4 órás aerobik, különböző etapokból áll. Abban is megjelenik a dinamikus aerobik, tényleg amikor kifacsarják az embert, aztán szépen lenyújtják őket a végén, és ez tényleg most már évről évre egyre nagyobb létszámot megmozgat. Igazi fesztivál hangulat várja tehát a győrieket, a Győr környékén élőket, és természetesen az egyetemistákat is április 18-ától több helyszínen. A Bridge Hallgatói és Ifjúsági Klub udvarán fesztiválsátor, nagy színpad és egyedülálló vizuáltechnika, a kampusz területén pedig egyéb ínyenségek teszik teljessé a 2018-as kínálatot.